Sok szeretettel köszöntöm az RTV 72. adásának nézőit. Elsőként tekintsék meg mai műsorunk kínálatát röviden. Felavatták a székelyhídi zólyomi vár maketjét. Mozgalmas hétvégéje volt Diószegnek, felléphettek a település fiatal tehetségei, de jótékonysági estet is szerveztek. Végül híradónkat tekinthetik meg. Az 1460 után épített zólyomi vár maketjét hosszú évek óta megtekinthették a székelyhídi református templomkertben. Ennek a maketnek a felújított mását avatták fel a reformáció világnapján október 31-én. Október 31-én, a reformáció napján, egy verőfényes őszi napon meghívott vendégek, diákok és gyülekezeti tagok jelenlétében avatták fel a református templomkertben a székelyhídi vár 1:27 arányban készített makettjét. Idősebb Bokor Zoltán történészeket megszégyenítő pontossággal mesélte el a székelyhídi vár történetét, történelmét, melyet a jelenlévők nagy érdeklődéssel hallgattak. Az eredeti zólyomi várat 1460 után építették, egy pár éve alatt felépítették. 1460-ban adott Mátyás király a zólyomi Tamás, zólyomi Dávid és zólyomi Miklós fia Jánosnak engedélyt, hogy építsenek, illetve hogy átépítsenek és fejlesztenek egy várat itt az érmeléken Székelyhídon. Na, ők a helyet, hogy modernizálták, fejlesztették volna azt a várat, amit a jelenlegi Stubenberg kastély észak-nyugati sarkánál volt nekik egy várkastélyuk, a helyet kiválasztották ezt a kis szigetet a mocsár közepén, ennek a szigetnek a területe körülbelül 1 hektár 25 ári, és oda építettek egy földvárat, tehát földsánccal körbe és oszlopsorral megerősítve, belül pedig rendes épületeket építettek a várudvarra. Ez a vár nagyon jó elhelyezésű volt, mert teljesen körbe volt véve mocsárral, és felszedhető oszlopokon álló pallóhíddal lehetett csak megközelíteni. 1630. novemberében a segesvári országgyűlésen Erdély fejedelmének első Rákóczi Györgyöt választották meg, aki 1638-ban fejedelmi birtokként megörökölte a teljes székelyhídi uradalmat, így a várat is, melyet Haller Gábor várépítő mérnökkel átépítetett és megerősítetett, mely munkálatok 1644-ben be is fejeződtek. Haller Gáborról annyit kell tudni, hogy várépítő mérnök volt, tanulmányait mai Hollandiában, Németalföldön végezte, és onnan jött az ötlete, hogy itt a mocsár felé bővítés erősíti meg a várat, nem a földvár részével. Így lett aztán majdnem 2 hektár területe a sziget, hogy kívülről megbővítette olyan formán, hogy 7-9 méter hosszúságú éger, tölgyfa és cserfa rönköket függőlegesen levert a mocsárba, amik teljesen a mocsár vízszint alá kerültek, és ezt körbe-körbe a sziget körül megcsinálta, 4-4,5 méter szélességbe. Tehát rengeteg munkával óriási rönköket kellett leverni. A bástyák olasz várépítési módszerrel készültek, melyet a makett nagyon jól megjelenít. Látható a délkeleti teleki bástya, a délnyugati dobos bástya, az északnyugati parancsnoki bástya és az északkeleti kereki bástya is, melyek egykoron a védő és kémlelő magasságig döngölt földdel voltak feltöltve, ugyanúgy, mint a falak mentén körbefutó védőfolyosó. Haller tervei alapján a vár belső épületeit is felújították, volt főtorony, fejedelmi lakóhely, kapitányi és legénységi szállás, műhelyként és raktárhelységként szolgáló tornyok, műhelyek, várkút és még szárazmalom is.
Az 1644 és 1664 közötti időszakban a székelyhídi vár 7 komoly török ostromon esett át, de a vár és a várvédők minden esetben ellenálltak és visszaverték a török csapatokat. Aztán eljött a szomorú idő, amikor is 1664-ben Lipót osztrák császár és a magyar seregek az oszmán egyesített seregeken felett nagy győzelmet arattak, és a Szent Gotthárdi csata után a két nagy hatalom az kiegyezett egy békekötésbe, és csodálatos módon az osztrák császárság és a magyar királyság együtt ugye a győzelmük ellenére engedményes békét kötöttek a törökökkel, mert a törököknek az volt a vasvári béke kitétele, a hatos pontnak az volt a kitétele, hogy a székelyhídi várat pedig el kell pusztítani. 1665. február 1-én a székelyhídi várat 32 aknával robbantották fel. A robbantást vezető Lukács György nevű mérnök lerajzolta az eredeti várat, és aztán majd a felrobbantott maradványt is. Mérnök lévén pontos rajzokat készített, és ezek szolgáltak a most felavatott vármaket alapjául is. Béres Csabát, székelyváros polgármesterét kedves emlékek fűzik a várhoz, a vár romjaihoz. Mit jelent nekem a vár? Hát azt, amit minden székelyhídinek. Édesapámnak van olyan fotója, amikor születővárosként a vár háttért áll nekik. Nekem van olyan fotóm, amikor konfirmáltam, és háttér a vár. De nem csak én vagyok, és édesapám, szerintem minden székelyhídi családban található egy ilyen fotó, amiért most fizikai minőségében nem feltétlenül létezik, az ember tudatában ott van. Ez azt jelenti, hogy több száz évvel ezelőtti Székelyhíd már régióközpont volt, amikor még más települések nem voltak. Mit üzennek a székelyhídi vár dombjai, és mit üzen a ma felavatott makett a székelyhídiaknak? Azt üzeni, hogy nincs elhalt ügy. Azt üzeni, hogy a hosszú és kitartó munka meghozza a gyümölcsét. Azt üzeni, hogy ha van egy irány, arról nem kell letérni. Ha tudjuk, hogy jó ösvényen járunk, még akkor is, ha néha jönnek a viharok, jönnek a fellegek, jönnek a napsütéses, napégetéses időszakok, akkor is helyt kell állni. Több száz éven keresztül a székelyhídi vár hordozta a székelyhídi emberek mentalitását. Az üzenete a jelenben, az én véleményem szerint, hogy nem szabad soha feladni. Az avató ünnepségen jelen volt Szabó Ödön parlamenti képviselő. Mit üzennek a várak, a várfalak, a bástyák, a vármakettek a ma emberének? Én azt gondolom, hogy a vár az nagyon fontos az életünkben. Ma nem ilyen jellegű várakra van a szükségünk ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat. Nagyon sok minden érték van, hisz annak idén az életüket, a hitüket, családjukat menekítették az emberek a várba. Most ugyanúgy vannak támadások, csak nem feltétlenül vesszük észre őket. Az egyház az egy vár, ott építjük, ott menekítjük, ott adjuk tovább, ott érezzük biztonságban a hitünket. Akkor, amikor együtt vagyunk, amikor együtt védelmezzük a külső világgal szembe mindazt, amiben mi hiszünk Krisztusunkban. Ugyanúgy nemzetünket építjük és védjük meg akkor, amikor az iskolába járunk és anyanyelvünket adjuk át. A nyelvnek a vára, a tudásunknak a vára, a nemzeti közösségünknek, a nemzetünknek egy vára, mindaz, amit az iskolában örökségként áldatunk. És ugyanúgy értéket jelent, a családi értéket, a vár az is egy érték, hisz ott a hagyományainkat adjuk át, a tiszteletet, hogy viselkedjünk idősekkel, hogy viselkedjünk szomszédokkal, hogy viselkedjünk édesanyánkkal, édesapánkkal. Ezt ebben a várban tanuljuk meg, hogy a kisgyerek is, amikor idegen jön a házba, akkor odafut a biztonságot érzi várhoz, édesapához vagy édesanyához. Ezt üzeni nekünk. Én azt gondolom, egy vármakett pedig azt mutatja, hogy nem csak múltunk van. Ma is mindent meg kell tenni, hogy mindaz, ami biztonságot jelent számunkra, mindazt, amit biztonságba akarunk tenni, arra ügyeljünk. Nem várakat építve, nem úgy várakat építve, mint annak idején falakkal, hanem a belső erős várunkat,
közösségként megerősítve, nemzeti közösségként, hitünket megerősítve, és családjainkat megerősítve. Ha ez sikerül, akkor biztonságban leszünk 1000 év múlva is, akkor is, hogyha már nem falakkal védjük magunkat, hanem belső erős hittel védjük meg magunkat. A Rákosi Jenő Esperes támogatásával felújított vármaket, alapját és falait Ruszt Kálmán és Ruszt Zsolt építették meg, az alapanyagként szolgáló téglákat és a maketben található épületeket mind idősebb Bokor Zoltán készítette, a művészi kivitelezés pedig Szilágyi László keze munkáját dicséri. Az eseményen közreműködött a Búzavirág népdalkör és a Székelyhídi férfi kórus, akik alkalomhoz illő dalokat adtak elő. Magyar távol, gyászba borulsz utánunk, már sajnálunk. Múlt hét pénteken az első alkalommal kifejezetten nekik szervezett gálán vehettek részt azok a bihardiószegi fiatal tehetségek, akik versenyeken, város- és falunapokon öregbítik a település hírnevét. A múlt hét szombat estéje remek alkalom volt arra, hogy tehetséges fiatalok megcsillogtathassák tudásukat, mi pedig egy kicsit kikapcsolódhassunk Diószegen, hiszen a település ifjúsági szervezetének, a DIFISZ-nek köszönhetően megszervezésre került a Diószegi Fiatal Tehetségek Gálája. Igaz ugyan, hogy az est műsorvezetését magára vállaló Kun Zsolt is tehetségesnek számít, és rendszeresen öregbíti a település hírnevét, ám ezen az estén mégsem vállalta a fellépést, helyette inkább főszervezőként mókásan konferált a színpadra előbb az este meghívott vendégeit, a Vidifisz elnöki tisztségét még ellátó dr. Bántó Norbertet, illetve Diószeg polgármesterét Mados Attilát, majd a fellépőket is. Másfél hónap alatt hoztuk létre ezt így ebben a formában. Hát én reménykedek benne, hogy mindenki jól érzi magát. Én műsorvezetőként ugye nem nagyon tudom, hogy mi zajlik itt lent a színpad előtt, ugye. Én hátul vagyok főleg, de szerintem eddig nagyon jó visszhangja van a dolognak. Ugye diószegi tehetségeket vonultatok itt fel, de te is az vagy. Te miért nem szerepelsz most a listán, a fellépők listáján? Én nem akartam fellépni, mert úgy éreztem, hogy ha én szervezem, én mint főszervező és saját magamat felléptetem, az egy kicsit furcsán jött volna ki az emberek szemében. Lehet, hogy ez hiba volt, nem tudom, de én nem gondolom ezt hibának. Tehát ez olyan dolog, mintha az ember saját magát futtatná és próbálna előre nyomni, hogy létrehoztam volna olyan rendezvényt, amin saját magamat felléptetem, nem láttam ennek értelmét. Szerintem jól van ez így. Az este folyamán összesen 9 előadó lépett színpadra, köztük a Szömörce néptánc csoport, akik táncaik előtt kis énekkel indították az eseményt. Őket a Tini Dance Center 3 diószegi csoportja, a Monster Dance, a Turbo Dance és a Gumimacik követték. A táncos produkciókat követően az énekesek vették birtokukba a színpadot, így Füzesi Mónika komoly zenei összeállítását majd sorban Nagy Róbert, Sándor Ferenc, Drögics Anka és Hegedűs Szabolcs könnyű zenei feldolgozásait hallhattuk. De a képzőművészet sem maradt ki a kínálatból, hiszen az előtérben Varga Laura rajzai voltak megtekinthetőek. Az este megszervezésében nem csak a DIFISZ játszott nagy szerepet, de Diószeg önkormányzata is magáénak érzi a fiatal tehetségek felkarolását. Első alkalommal szervezik itt meg a diószegi tehetséges fiatalok gáláját. Hogyan sikerült ennyi sok fiatalt összehozni a Diószegnek? Hát hál' Istennek nekünk nem volt nagyon nagy dolgunk, ugyanis a tehetségek
szép számmal vannak Diószegen, és ennek nagyon örülünk. Örülünk annak, hogy a Difisz, amint mondtam, 2 évvel ezelőtt elkezdte tevékenységét, és egyre aktívabb, és egyre jobban össze tudja tartani a fiatalokat. Gondolom, hogy a fiataloknak a támogatása az kiemelten fontos egy önkormányzat számára. Ugyanis nincs Isten igazából lehetőség mondjuk a vidéki településeken a fiataloknak szórakozni. Ugyanakkor nincsenek olyan lehetőségek, ahol megmutathassák tehetségüket. És éppen ezért örülünk a Szömörce Néptánc Együttesnek, örülünk a Tini Dance-nek, örülünk annak, hogy a tehetségek saját maguk fejlesztik úgymond önmagukat, és mi melléjük állunk. Az este befejezéseképpen vendég meghívottként színpadra lépett az a nagyváradi hegedűs Aliz, aki pár hónappal ezelőtt kivívta magának a Sound of Freedom címet a Margitán megszervezett tehetségkutató versenyen. A szervezők szerint az estének lesz folytatása, és jövőre igyekeznek újra összetoborozni a tehetségeket, reményeik szerint évről évre kibővítve a rendezvényt korosztály és műfaj tekintetében is. Ebben az évben már 5. alkalommal találkoztak érmelléki református gyülekezetek képviselői, ez alkalommal Bihar Diószegen, hogy egy jótékonysági koncert keretében adakozzanak a református érmelléki diakóniának, és segítsék ezzel annak munkáját. Székelyhíd, Hegyköszent Miklós, Érsemjén és Micske után idén Bihar Diószegen 37 gyülekezet részvételével rendezték meg azt a jótékonysági koncertet, amelynek bevételeit az érmelléki református diakóniának ajánlják fel. A rendezvény házigazdájának szerepét a Diószegen szolgáló Bara László látta el és köszöntötte a szép számban egybegyülteket. Az érmelléki diakóniai alapítvány javára gyűjtünk, ugyanis ez az alapítvány nagyon sok hátrányos helyzetű családot támogat, sok gyerekes családokat, fogyatékos férfiakat és nőket, és immár hagyományá vált az, hogy minden évben rendezünk egy jótékonysági estet, ahol az emberek anyagilag tudják támogatni ezt a szép és neves munkát. Kik fognak ma este segítséget nyújtani abban, hogy minél több adomány gyűjjön össze? Hát elsősorban számítok a helybeliekre, a diószegiekre, és ezen kívül számítunk az érmelléki egyházmegye gyülekezeteire. 37 gyülekezetet hívtunk meg erre az eseményre. Úgy látom, hogy nagy részük meg is érkezik, a képviselet természetesen a gyülekezetekből, és aztán magánszemélyek, vállalkozók, tehetősebb emberek adományát várjuk és fogadjuk szívesen. Az estén részt vett Rákosi Jenő esperes, aki örömét fejezte ki az iránt, hogy az 5 évvel ezelőtt megálmodott diakóniai szervezet valódi segítséget nyújt a rászorulók számára. Futó Márta diakónus a rendezvény elején beszélt arról, hogy milyen segítséget nyújtanak a rászoruló testi és szellemi fogyatékosoknak. A diakónia éves munkája során tangszercsomagokat, ágynemüket és pellenkákat osz, de van egy úgynevezett kenyérprogramjuk is, és meleg ebéddel egybekötött beszélgetéseket is szoktak szervezni a rászorulók számára. A jótékonysági est első fellépője a diószegiekből álló Asók István vegyeskar volt. Őket a Csillag születik tehetségkutató műsorból ismerős Mészáros János Elek előadása követte, aki maga is szívügyének érzi mások segítését. Egy jótékonysági rendezvényen vagyunk, szívügyének tartja, és hogyha igen, akkor miért az, hogy ilyen rendezvényeken is fellépjen?
Hát igen, én úgy gondolom, hogy az ismertséggel szolgálatok is járnak. Én felvállaltam a magyar értékeket a Csillagszületik versenyen, és hát ezeket próbálom közvetíteni most is, azóta is, és nagyon sok gyülekezet keres meg, hogy ebben próbáljak nekik segíteni. És hát most már azóta több mint 400 koncerten volt, több mint 100 templomi koncert, és hát ezeken azért elég sokat tudok a gyülekezeteknek segíteni. Hát egy presbiternek, egy keresztény embernek ez a kötelessége, a szeretett szolgálat. Az általa előadott operetteket, népdalokat, hazafias dalokat vastapsal jutalmazta a közönség, és látva a Diószegen megjelentek lelkesedését, mi is arra tudunk biztatni mindenkit, hogy támogassa az érmeléki református diakónia munkáját. A Székehídi RMDS szervezésében november 5-én újabb sikeres konzuli napot tartottak. Ez alkalommal a kolozsvári magyar főkonzulátus munkatársai 55 család honosítási kérelmét vették át, több családnak kézbesítették a magyar anyakönyvi kivonatait, magyar igazolvány és abba való pótfüzet kérelmeket vettek át, és a felmerülő egyéb ügyekben is igyekeztek segítséget nyújtani. Így összesen közel 150 ügyfelet szolgáltak ki. A legközelebbi konzuli nap Székelyhídon jövő év februárjában várható. Az elmúlt hétvégén végre megszületett a Székehídi Sportklub foci csapatának elsőprő győzelme. Az itthoni pálya biztonságában játszó Székehíd szinte hiba nélkül menetelt a mérkőzés 90. percéig, így amikor a játék végét jelző sípszó elhangzott, csapatunk 4-1-re nyert szép lak ellen. A hétvége gólszerzői Pap Sándor 2 góllal, Létai Levente és Szűcs János, de ne felejtsük el a csapat kapusának remek teljesítményét sem. Rossz hír viszont, hogy a csapat továbbra is a tabella 13. helyén áll, nem így a szentmiklósi Toldi, aki a Rév elleni döntetlenének és Székehíd nyertes mérkőzésének köszönhetően utasította maga mögé szép lak csapatát a tabellán, így ők jelenleg a 10. A székehídi Petőfi Sándor Elméleti Liceum Mackóvárának lakói a 200. tanítási napot ünnepelték. Az első C-osztály tanulói boldogan kapcsolták össze a napokat szimbolizáló színes gémkapcsokat, jelezve ezzel az iskolában eddig eltöltött napok mennyiségét. Mackóvár lakói az elmúlt napokban biztosan nem lustálkodták el a szabad délutánokat, hiszen mindenki egy 200 darabból álló alkotást készített, melyeket a tanítónénik, Olá Katalin Melinda és Ádám Ágnes ámulva csodáltak meg. A kis nebulók és esetenként a segítőkész szülők is igen kreatívak voltak. Volt, aki 200 tobozból készített barna medvét, különböző magvakból képet vagy gyöngyfűzért, 200 színes gömbben rendelkező karácsonyfát, patogatott kukoricából bárányt, fogvályóból sünit vagy tengeri sünt, 200 betűből álló osztálynévsort, szívószál, kupak, popcorn nyakláncot, autós pázolt, színes gyöngyökből álló virágot, 200 almával rendelkező 200 levelű fát, virágcsokrot, kombányt, buzogányt, bástyát alkotott, de olyan is volt, aki 200 szalvétát gyűjtött össze és számozott meg. A sok munkának meglett az eredménye, hiszen nagyon szépre sikeredtek az alkotások, s az osztályteremben igazi képzőművészeti kiállítás kerekedett. Mackóvár lakói a 200. iskolai napot jó hangulatban, bulizással és természetesen tortázással zárták.
mint ismeretes, a múlt vasárnap lezajlott romániai államfőválasztás első szakaszából a Nemzeti Liberális Párt és a Liberál Demokrata Párt közös jelöltje Klaus Johannis és a Szociáldemokrata Párt jelöltje Viktor Ponta kerültek be a második fordulóba. Bihar megyében 505.204 szavazati joggal rendelkezőt számlál a Nemzeti Választási Iroda, szavazni azonban csak 51,4%-uk ment el. Megyénkben a legnagyobb népszerűségnek a leadott szavazatok több mint 37%-át megszerző Klaus Johannis örvend, őt követi Viktor Ponta 32,24%-kal. Bihar megye leadott szavazataiból a választási eredmények harmadik helyére a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltje Kelemen Hunor került 11%-kal. Az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltje Szilágyi Zsolt 2,65%-kal pedig a hetedik lett. Székelyhídon és a hozzátartozó településeken 9.682-en mehettek volna el szavazni, jogukkal azonban csak 33,66%-uk élt. Itt a leadott érvényes voksok majdnem felét, 48,17%-ot Kelemen Hunor szerezte meg, 16,01%-ával Viktor Ponta másodikként, míg 13,74%-os szavazattal Klaus Johannis harmadikként szerepelt vasárnap, negyedik pedig Szilágyi Zsolt, EMNP jelölt lett 9,54%-kal. A romániai államfőválasztás második döntő fordulóját november 16-án vasárnap rendezik. November 14-én, pénteken délután 6 órai kezdettel a Székelyhídi Múzeum épületében vendégszerepel a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház. A Kié ez az ország című előadás váratlan fordulatokkal teli, mégis húsba metszően emberi és ma is aktuális történelmi krimi, melyben a nemzet elvesztett hazáját, egy anya elvesztett fiát keresi a két világháború közötti Budapesten és az elcsatolása óta jégbe fagyott Erdélyben. Az előadás minden érdeklődő számára ingyenes. Önt is szeretettel várjuk! Az idei év a választások éve egész Romániában. Ehhez csatlakozva a Vidéki Ifjúsági Szövetség is megtartotta a maga elnök és elnökségi tagjainak választását, mivel az előző vezetőség mandátuma lejárt. November 6-án 20 tagszervezet és 6 társult szervezet összesen 44 szavazásra jogosult tagja vett részt a választáson a Vidifisz egyik ifjúsági bázisának számító Bihar Félegyházán. Először a leköszönő elnök Bántó Norbert és elnökségi tagjai tartották meg beszámolóikat, amiket szinte egyhangulag elfogadtak a szavazók. Ezután került volna sor az új elnökjelöltek bemutatására, de ekkor derült fény arra, hogy itt korán sem lesz akkora versengés, mint a nemrégiben megtartott államelnök választás első fordulójában, mivel csak egyetlen jelölt volt Boda Gergely személyében, akit 32 igennel, 8 nemmel és 4 tartózkodással elfogadott a közgyűlés titkos szavazáson. Ezután az újdonsült elnök ismertette elnökségi tagjelöltjeit, akiket egyhangúan elfogadott a gyűlés. A 10 tagot számláló vezetőségbe 4 hölgy is helyet kapott. Jó hír, hogy az új elnök elmondta, folytatni kívánja a Vidifisz főrendezvényének számító szabadságfest szervezését, így jövőre harmadik alkalommal bulizhatnak a fiatalok a Margitai strandon. Mert este a helyszínen fesztivál, hogy a sírkehegérből hadd legyek oroszlán, fesztivál. Munkatársaim nevében köszönöm a figyelmüket, jövő hét pénteken új adással jelentkezünk. Addig is a viszontlátásra! Vén, szomorkás őszünk búsan esőt citál. Novemberünk szürke emlékfájtlat terít, borongós a kedve, sűrű ködött pipál. Kis temetőnk fölé emlékeket vetít. Csontkező fák alatt, álmoknak csendjében, ólomsúly léptekkel elmúlás botorkál.
Sóhajok vízhangja temető kertjében, zizzen az ősz avar, szép emlék motoszkál. Jéghideg ölelés, rideg márvány magány, korhat, kopott fejfák. Mécses lelke lobban, szeretet fénye gyúl, serceget gyufaszál. Megtört szív nem felejt, hevesebben dobban. Vaskapu csikordul, madárka megriad, ilyetten tovaszál elmúlás kertjében. Csillan egy könny rózsa, álomképet sirat. Szunnyad a feledés temető csendjében.